térfigyelő kamerarendszer kiépítése hatással van a bűncselekményekre. Átlagosan felére csökkennek a bűncselekmények azokon a településeken, ahol kiépül ez a rendszer, de van, ahol harmadára, úgyhogy mindenképpen nagyon hatékony eszköz, és ebben a pályázati rendszerben, itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, tudomásom szerint 11 település nyert el, köztük Tiszadada is, országosan pedig 177 településnek volt nyertes pályázata a mostani belügyminisztériumi pályázatnál. Egyébként azt szoktuk mondani, hogy a közbiztonság olyan, mint a levegő. Ha van, akkor észre se vesszük, ha pedig nincs, akkor megkeseríti azoknak az állampolgároknak a mindennapjait, akik bűncselekmények áldozatai, vagy éppen csak tisztességes polgárok. A rendőrséget is megerősítettük az elmúlt időszakban, mind létszámában, mind eszközeiben, és itt ebben a térségben, itt Tiszadadán is állandó rendőri jelenlét van. Tiszadada környékén a készenléti rendőrség járőre is szoktak felügyelni a településekre, és a polgárőrség is nagyon jól együttműködik a rendőrségével, és a létszám mellett technikai eszközökben eszközfejlesztés is volt. Úgy gondoljuk, hogy a közbiztonság az nagyon fontos a családaink, gyermekeink és a település értékeinek megvédésében.